A megyei és városi könyvtár kamaratermében gyermekrajzok sorakoznak egymás mellett. A Gyerekholmi című Ratkó kötet ihlette alkotásokat december 21-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Senki se segített, anyával néztük a verseket. Tanárnéninek felhoztam az összes rajzomat, megnézte, és így benevezett a versenyre. A pályázatra megyünk valamennyi településéről érkeztek alkotások, amelyek különböző technikákkal készültek. Temperával festettem, volt egy ilyen színes papír, az zöld volt, és akkor ilyen színes leveleket festettem rá. A rajzkiállítás megnyitóján a könyvtár gyermekrészleg vezetője kiemelte, pályázatukra 144 alkotás érkezett. Ezt a rajzpályázatot a Móricz Zsigmond Könyvtár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület a Ratkó emlékév alkalmából indította, ugyanis ez év szeptember 13-ától a jövő év szeptember 13-áig Ratkóra emlékezünk halálának 25. évfordulója alkalmából. És ez az évforduló adta az apropót, hogy Ratkó József gyerekverseiből rajzoljanak a gyerekek, illetve gyerekverseihez rajzoljanak illusztrációkat. A könyvtár gyermekrészleg vezetője hozzátette, az 1970-ben megjelent Gyerekholmi új kiadásban lesz elérhető 2014-ben, a díjazott alkotásokat pedig illusztrációként használják fel a Ratkó kötetben.